A Mieó Takács Péter úti óvodájában az átmeneti időszakban kevés kisgyermek veszi igénybe az óvodát, így most a nevelés mellett egyéb feladatokat is ellátnak az itt dolgozók Posztosné Kovács Éva óvodavezetővel. Az óvodapedagógusok közül többen bekapcsolódtak a maszkvarrásba, és a karcagi óvodások tarka-barka perceibe is részt vesznek feladatokkal. Az óvodánkban jellemzően 2-3 kisgyermek van bent. Az ő felügyeletükhöz óvodapedagógust biztosítunk délelőtt is és délután is. A többi óvodapedagógusaink az otthoni tevékenységeket segítik, a családokat segítik meg. Részt vesznek azokban a tevékenységeknek a mutatásában, amit a Facebookon keresztül a szülők elérhetnek. Ők 4-en vannak az óvodánkból. Az óvodapedagógusaink más része még maszkokat var, hiszen nagyon fontos az, hogy védjük magunkat, védjük családunkat. Az óvoda épületét közben feltöltlenítjük, és tisztasági meszelést hajtunk végre a helyiségekben. A dajkanénik és az óvodapedagógusok is ebben tevékenyen, aktívan vesznek részt. A zárt közösségi csoportjukban a szülői visszajelzések azt mutatják, jó ötleteket kapnak a gyermekeikkel való foglalatoskodáshoz. Én az óvodapedagógusok visszajelzéseit tudom, akik részt vesznek az átcsoportban. Ők látják azt, hogy hányan vesznek részt ezekben a tevékenységekben, hányan nézték meg, és hogyan is jeleznek vissza. Az ő elmondásukból tudom azt, hogy az óvodába járó gyermekeink, családtagjai nyomon követik valóban ezt a tevékenységet, nagy örömmel fogadják azokat, és a visszajelzéseket a saját óvodapedagógusoknak teszik meg. Itt készítik fel az ősszel iskolába menő gyermekeiket is, a szülők ehhez is feladatokat kapnak az óvonőktől. Már most látjuk, hogy a beiratkozó gyermekek száma az, hál' Istennek, elég sok. Úgyhogy jönnek majd augusztus-szeptemberben már jelentkeznek, és fogadjuk nagyon sok szeretettel az új óvodásainkat. Akik pedig az intézményben vannak és nem az ügyeletet igénybe vevő gyermekekkel foglalkoznak, ők a csoportszobák szépítésében, tisztasági meszelésben, fertőtlenítésben vesznek részt, hiszen itt is előrehozták a nyári karbantartási munkákat. A tevékenységünk egy része megváltozott, de nem áll ez messze tőlünk, hiszen ezt a fajta munkát mi elvégezzük minden nyáron, és szünetekben is, hogyha szükséges és módunk van rá. Annyiban igen, hogy a kedvünk az más, mert nem vesz körül bennünket olyan sok csicsergő kis gyermekhang, nem kapunk annyi ölelést naponta, mint amihez hozzászoktunk, de igyekszünk egymást támogatva, igen, egymás gondjaira, bajaira odafigyelve, egészségi állapotát figyelve törődni egymással. Így egy megszépült óvodába jöhetnek majd vissza a gyermekek a járványveszély végén.